sztárok karácsonyra készülődve mindig szívesen beszélnek arról, hogy hogyan töltik az ünnepeket. Sokan kíváncsiak erre, de az is igaz, hogy közben mindig kiderül, számukra is ugyanazok az értékek fontosak, mint nekünk. Kustán Cilia modell a sok utazás után kifejezetten imád családi körben karácsonyozni. Nagyon várom már, mert ilyenkor nagyon meghitt a hangulat. Tehát amikor meggyújtod a gyertyákat, kicsit odaülsz, kicsit visszaemlékezel az évre, a gyerekkorodra, átbeszéltek egy csomó mindent, felidéztek emlékeket, az valahogy meghozza az embernek a lelki békéjét. De mi a helyzet az ajándékokkal? Nekem van két kis csigamám, és ők abszolút gyerekszerepet töltenek már bele az életembe, úgyhogy ilyenkor, amikor ez a kérdés elhangzik, akkor mindig azt válaszolom, hogy nekik hadd vegyek valamit, és akkor igazából az én ajándékaim rájuk szállnak. Dobó Ági szépségkirálynőnek talán a legnagyobb ajándék, hogy kisfiával és párjával ünnepelhet, a kicsi most kezdi majd el felfogni, milyen szép is a feldíszített karácsonyfa, és persze sok ajándékot is kap majd. Nekünk ez lesz szerintem vele az első, a legkülönlegesebb karácsonyunk, mert ezt most már felfogja egy kicsit, de finom. Most már érti, most már várja, tudja, hogy mi ez a karácsonyfa, hogy lesz alatta ajándék, hogy együtt fogjuk feldíszíteni, ő ezt várja szerintem a legjobban, ahogy így meséljük neki, azt teszem ki a történetekből, hogy neki ezt tetszik, hogy lesz egy fa, és ő tesz rám majd díszt, és hogy ez a miénk lesz, és csillogni fog, villogni fog. Az elmúlt két évben azért még nagyon sok mindent ő ebből nem fogott fel. Az első karácsonyunk alkalmával még csak 2 hónapos volt, úgyhogy nyilván akkor csak a fények voltak, amit nézett és elfoglalta. Tavaly talán valamennyit már, de most ez tényleg olyan, hogy már együtt tudunk rá készülni és együtt várjuk. Müller Attila és Larion Zoe az ünnepek alatt kevés időt tud majd egymással tölteni, hiszen folyamatosan rendezvényeken fognak majd szerepelni, de a Szenteste nyilván a családé lesz. Mindig az év vége azért az húzós, lekopogom, hál' Istennek nagyon sok céges rendezvény, céges karácsonyi buli, ilyesmi van, és ilyenkor Zoe és háziasszonyként és én is speakerként elég sokat dolgozunk. Aztán utána a családi rész is azért az Szegedre is leugrunk, én is édesapámékhoz, meg így a családhoz így közösen megyünk, úgyhogy ez általában az olyan 24, 25, 26, 27, 28, valahogy így ez a nagyon tömény. Aztán a 31. Igen, de hát az már szilveszter, az már az új év. Tehát munka szempontjából eléggé sűrű az év vége, de azért hál' Istennek a két ünnep között tudunk azért pihenni.